Réges-régen, amikor a világra óriási teherként nehezettek azok a fegyverek, melyeket a föld királyai állítottak fel, akik valójában démonok voltak, ám magukat a királyi rendbe tartozónak vallották, az egész világ háborgott, és ezért Búmi, a föld uralkodó istensége elment Brámához, hogy elpanaszolja neki a démonikus királyok okozta szerencsétlen állapotot. Búmi tehén testet öltve, könnyekkel a szemében jelent meg Bráma előtt. Sírt és zokogott, hogy fölkeltse az Úr Bráma együttérzését. Elmesélte, milyen gyászos világ köszöntött a földre. Búmi szavainak hallatán az Úr Brámát mélységes bánat töltötte el, s azonnal a tejóceánhoz indult Visnu lakhelyére. Vele tartottak a félistenek is, élükön Sívával, s Búmi is követte őket. A tejóceán partját elérve Bráma békíteni kezdte Úr Visnut, aki egyszer már megmentette a földet. Az áldozatot bemutató brámana, magyarul pap, sok ezer éve gyakorolt védikus ceremóniák avatott ismerője. Feladatát ősi szabályok szerint végzi, tudja, hogy mikor milyen mantrákat, vagyis imákat kell ismételni, milyen kézjeleket, azaz mudrákat kell alkalmazni, s milyen dolgokat kell a tűzbe áldozni, hogy a legfelsőbb úr örömére és elégedettségére szolgáljon, aki minden dolgok eredete és birtokosa. A lobogó tűzbe gabonát, valamint tisztított vajat áldoznak, melyet gínek neveznek. A brámana megkéri az urat, hogy fogadja el a hívek imádatát, az úr mindeneket éltető, mindenütt jelen lévő erejét, majd a tanítványi láncolat szentjeit dicsőíti, és a legfelsőbb úr áldásaiért imádkozik. A tűz körül elhelyezett kókuszdiók ülőhelyül szolgálnak. Ide várják a magasabb szférákból érkező félisteneket, például Brámát, Sívát és Indrát, akik szintén részesei a szertartásnak. Az istenség szobor formájának imádata szerves része az indiai lelki kultúrának. Az Istenről alkotott nyugati felfogással ellentétben az indiai Vaisnava tradíció nem csak valamiféle megfoghatatlan erőnek vagy energiának tekinti Istent. A védikus szentírások pontos képet adnak a legfelsőbb érzékelni eredeti lelki formájában, ezért jelenik meg márványból készült murti alakban. Rádaráni és Krisna murti formáját, vagyis szobrát egy szakavatott mester készítette Indiában, s hivatalos avatásukra ezen a napon kerül sor. Az imádat részeként a murtikat szent folyók és tavak vizében, valamint joghurtban, olvasztott vajban, gyümölcslevekben és gyógyvizekben fürdetik meg. Mindez a hívek úr iránt érzett szeretetének a jele. A fürdetés után felöltöztetik őket, majd beviszik a templomba, hogy elfoglalják végleges helyüket az oltáron. A védikus tradíciók szerinti murti imádat összetett művészet, örök felelősséget kíván a hívektől.
Naponta többször csodás ruhákba öltöztetik Krisnát és Rádarányit, ételkülönlegességeket ajánlanak fel nekik, s pontosan előírt szertartásokat mutatnak be tiszteletükre. Mindezek a rituálék segítik ébren tartani az ember eredeti természetét, az Isten tudatot. A bakták, magyarul hívők, az Istenség legfelsőbb személyiségének végzett odaadó szolgálat jegyében a szerzetes rendekhez hasonlóan a tisztesség, a szegénység és az engedelmesség elvei szerint élnek. A védikus filozófiában a lélek fogalma az valamennyire mást jelent, mint amit mi általában értünk a lélek alatt. Ez a lélek, vagy átman szó, ez magát az élőlényt jelöli. Tehát ez egy nem anyagi eredetű lény, maga az élőlény, aki viseli ezt az anyagi burkot, tehát ellentétben áll az anyagi testtel, tulajdonságaiban, egész minőségében, létében. És ennek a jelenléte okozza a testben a tudatot. Tehát valójában ez a tudatos részecske, a tudatos rész a védikus filozófia szerint, míg az anyag önmagában tudatlan. És amikor ez a tudatos lélek elfogad egy ilyen anyagi burkot, egy anyagi testet, akkor ez a test úgy néz ki, hogy él. Akkor nevezzük úgy, hogy egy élő lény, vagy egy élő test. De mi csak ezt a külső burkolatot látjuk, ugye egy férfi testet, vagy egy női testet, vagy egy kutyának a testét, vagy egy fát. Ezek a különféle burkok, amin belül ott van ez a lélek, ott van ez az átman, aki mozgatja azt a testet. Védikus írások azt a példát használják ezzel kapcsolatban, mint amikor az ember felvesz egy ruhát. Ugye, hogyha messziről nézünk valakit, hogy ott megy, akkor látjuk a ruháját, és úgy tűnik, mintha az a ruha élne, mert mozog és mindenféle dolgot csinál, de igazából tudjuk, hogy nem a ruha él, hanem az a személy él, aki benne van, és ő mozgatja a ruhát. Ugyanígy ez a meglátás az anyagi testről a védikus írásokban, hogy maga az élőlény az, aki tudatos, az, aki az életet adja, az, akitől mozog ez a test, és ez a test önmagában halott. És ezt lehet tapasztalni akkor, amikor valaki meghal. Ugye mi így szoktuk fogalmazni, hogy elhagyja a testét. Hogy igazából a test abban a pillanatban, amikor ez a lelki dolog, ez a transzcendentális létező nincs ott, abban a pillanatban teljesen értéktelenné válik, és csak ugyanolyan halott anyagi dolog lesz, mint bármi más dolog körülöttünk. Szóval a lélek maga az élő lény. Ez a meghatározás a védikus filozófiának a lélekre, ami nem ebből az anyagi világból való, és nem az anyagnak a terméke, hanem a lelki világból származik, és a forrása az Isten. Ez a Vaisnava hit, vagy Vaisnava filozófia, ez az egyik fő ág az indiai filozófiák között, ami Visnut vagy Krisnát helyezi az imádatának a középpontjába. Egy nagyon ősi filozófiáról van szó. Igazából a védikus írások azt írják, hogy időtlen filozófia, hogy az abszolút igazság az nincs időbeli korlátokhoz kötve, hanem örök. Kezdet nélküli, és soha nem múlik el. Tehát ilyen értelemben nem lehet a történelemben kijelölni egy pontot, hogy ez a filozófia ekkortól létezik. Isten minden kultúrában ad lehetőséget az embereknek a lelki felemelkedésre. Mindenütt hoz valami olyan lelki folyamatot, amit az emberek tudnak követni, és akkor tudnak fejlődni a lelki életben, tudnak fejlődni Isten felé. És ezért nagyon elfogadóak vagyunk más vallásokkal szemben, amik ugyanezt a célt szolgálják. Ugye a nyugati felfogás általában az, hogy mi halandóak vagyunk, valamikor születtünk, és valamikor meg fogunk halni. Ugye, de ez mind az anyagi testre vonatkozik. Védikus írások viszont azt mondják, hogy mi nem vagyunk ez az anyagi test, hanem lelkek vagyunk, és ez a lélek örök. Na hanyati, hanyamáné és a riré. Ez szanszkrit idézet a Bhagavad Gita-ból. Azt jelenti, hogy nem született, örökkévaló, mindig létező és halhatatlan. Születetlen és halhatatlan. Tehát azt mondják, hogy nekünk igazából nincsen kezdetünk. Nem azóta létezünk, amióta megfogantunk, vagy megszülettünk, hanem mindig léteztünk. És a halálunk után sem szűnünk meg. Csupán ezzel a testtel való kapcsolatunk szűnik meg.
de a lélek maga, ez tovább kerül. És hogy hova kerül, ez attól függ, hogy az a személy, az a lélek milyen cselekedeteket követett el az életében. Ugye lehetséges, hogy valaki megszületik következő életében, mint egy fa. Az nem olyan jó dolog, mert akkor egy helybe kell állni, és igazából a magas szintű gondolkodásra nincsen lehetősége. Vagy megszületik, mint egy állat, ami szintén nem egy túl kedvező létforma. Vagy megszülethet úgy valaki, mint ember, ami egy jó lehetőséget ad arra, hogy valaki megint a lelki fejlődés irányába tudjon fordulni. És hogyha valaki arra használja az életét, hogy lelkileg megtisztuljon, lelkileg fejlődjön, akkor visszamehet a lelkeknek az eredeti otthonába, a lelki világba, Krisnának a lakóhelyére. Ez a célja és az üzenete a védikus írásoknak. Ez Srila Prabhupád így foglalta össze a mi célunkat, vissza Istenhez. Ez minden hívő egyéni életének a célja, hogy megszabaduljunk az előző életünknek a rossz visszahatásaitól, amit szakszóval karmának neveznek. Megszabaduljunk azoktól a rossz tulajdonságoktól, amik hátráltatnak minket a lelki fejlődésben, amik ide kötnek az anyagi világhoz. Kéj, düh, irigység, mohóság, annyiféle rossz dolog, ami bent van a szívben, és amik igazából megnehezítik a mi életünket. Nekünk, mint lelkek, mindannyiunknak van egy azonosság, mindannyian Istennek egy parányi része vagyunk, parányi szolgái vagyunk, és a védák szerint az az emberi életnek a célja, hogy ezt az elfelejtett kapcsolatunkat újjáélesszük. Megismerjük Istent, és megtanuljuk szeretni Istent. És ez a háttere a lélekvándorlás filozófiájának. Védikus írások azt mondják, hogy 8.400.000 féle létforma vagy anyagi test létezik az egész anyagi univerzumban. Ez azt jelenti, hogy fák, vízélő lények, mindenféle állatot és mindenféle fajt, ha össze tudnánk számolni, akkor ehhez a számhoz jutnánk. És ennek a csúcsa ez az emberi test, amikor a lélek egy lehetőséget kap arra, hogy megértse az abszolút igazságot. Ugye az alacsonyabb létformákban ez nem lehetséges. Akkor a lélek egy olyan szintű befedettséget kap, ami lehetetlenné teszi, hogy tudakozódjon, érdeklődjön bármiféle lelki témáról, vagy még anyagi témáról is. A vallás filozófia nélkül, egy erős filozófiai alap nélkül nagyon könnyen csaphat át szentimentalizmusba, ugye puszta érzelgőségbe, vagy rosszabb esetben fanatizmusba. Ugye amikor valaki vakon hisz csak és követ valamit, de igazából nincsen tisztában annak a dolognak a filozófiájával. Hogyha valaki filozófiával foglalkozik, ugye, és nincs mellette ez az érzelmi oldal, vagy nincs ott a megvalósítás, az pedig egy meddő spekuláció. Egyik Upanishad azt a példát adja ezzel kapcsolatban, hogy nem lehet egy fát elégedetté tenni azzal, hogyha a leveleit öntözzük. Minden egyes levélkét megöntözök, de a fa még mindig el fog száradni. Viszont ha megöntözöm a fának a gyökerét, akkor automatikusan a gyökerek, a törzs, az ágak és a levelek, az egész fa elégedetté válik. A hívők akár a templomban, akár azon kívül élnek, vállalják, hogy követik a Krisna tudat négy fő szabályozó elvét. Nem fogyasztanak kábító és mámorító szereket, nem játszanak szerencsejátékokat, nemi életet csak házasságon belül gyermeknemzés céljából élnek, nem esznek húst, halat és tojást. Mi elfogadjuk a nagyon ősi védikus írásokat, több ezer éves írások, amik nagyon sok információt adnak arról, hogy az ember hogy befolyásolhatja a személyiségét, tudatát egy magasabb cél felé. Amit megeszel, az vagy te. A ősi Vaisnava tradíciók azok azt mondják, hogy az ember akkor tud a tudatát teljesen fölemelni, úgynevezett jóság minőségébe, hogyha olyan táplálékot eszik, ami maga is a jóság minőségében van. Tehát jóság minőségnek elfogadjuk el ugye a tejterméket, a zöldségféléket, gabonaféléket. Másrészt pedig, ami nekünk nagyon ősi hagyományunk, hogy mikor főzünk, azt mindig úgy készítjük el, hogy ezt Istennek egyfajta felajánlásnak tekintjük. Tehát mindig, mikor főzünk, akkor nem kóstolunk bele, és próbáljuk nagyon tisztán elkészíteni ezeket az ételeket. És mindezt azért, hogy Isten, Krisnát elégedetté tegyük. És igazából ez adja azt a plusz tízt, amit semmi mással nem lehet pótolni. Igazából ez a célja ennek az egész Vaisnava tradíciónak, hogy ezt bemutassa az embereknek, hogy hogy lehet így visszakerülni Istenhez a lelki világba. De azzal, hogy az ember így fölajánlja az ételét, nagyon nagy mértékben változik az, hogy
az elfogyasztás után, hogy milyen tudata lesz az embernek. Mert igazából, hogyha megfigyeljük azt, hogy állatok is, hogyha nézzük egy oroszlán mit eszik, vagy mondjuk egy őzike mit eszik, látjuk azt, hogy amit eszik, milyen mentalitást hoz magával. Amilyen tudattal főzött ételt fogyasztunk, olyan lesz a mi tudatunk is. A védikus írások azt javasolják, hogy ha valaki a Krisna tudat gyakorlásával már bizonyos lelki fejlődést ért el, akkor fogadjon el egy lelki tanítómestert, és az ő irányítása alatt fejlődjön a lelki életben. A lelki tanítómesterrel való kapcsolat legjelentősebb része az avatás, amit szent név avatásnak neveznek. Az ünnepélyes esemény során a tanítvány egy lelki nevet kap, s tanítómestere előtt erkölcsi fogadalmat tesz. Az avatás során a guru először meggyújtja a tüzet, majd egy szanszkrit nyelvű imát énekel, melynek jelentése a következő. Legyen valaki tisztátalan vagy tiszta, vagy menjen keresztül bármilyen állapoton, ha emlékezik a lótuszszemű istenség legfelsőbb személyiségére, kívül-belül megtisztul. A guru felelősséget vállal, hogy kivezeti a tanítványt az anyagi világ sűrű erdejéből. Az újdonsült tanítványok ezután gabonát dobálnak a tűzbe. Úgy mondják, hogy a szertartás révén a tanítvány megszabadul előző életeinek minden bűnétől, s jó lehetőséget kap arra, hogy akadálytalanul haladjon vissza a lelkek eredeti otthona, a lelki világ felé, ahol örökké tökéletes harmóniában élhet az Istenség személyiségével. A Krisna tudatú hívők filozófiája és vallási gyakorlata a védák öröknek tekintett állításain nyugszik. A szentírások egyik gyöngyszeme a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita in the ancient Sanskrit language means the song of God. A Bhagavad Gita az ősi szanszkrit nyelven azt jelenti, hogy Isten éneke. And it was spoken by Lord Krishna 5000 years ago. És az Úr Krishna beszélt el 5000 évvel ezelőtt. The Bhagavad Gita is to the people of India what the Bible is to us in the West. A Bhagavad Gita az indiai embereknek ugyanolyan, mint a nyugati embereknek a Biblia. Or the Quran is to the people of Islam. Vagy az iszlám vallású embereknek a Korán. Again, for a religious tradition to be authentic, it has to be based on a scripture which is given by God. Ahhoz, hogy egy vallásos tradíció hiteles legyen, nagyon fontos, hogy olyan műven alapuljon, amelyet Isten mondott el. Because the whole purpose of religion is to understand God. Az egész célja az, hogy megértsük Istent. So God, whether you call him Krishna, or Allah, or Buddha, or Yahweh, he's the same person. Mert Isten akárhogyan is hívjuk, Buddha, Jehova, Krishna, Allah, bárhogy is hívjuk, ugyanaz a személy. It's not that there's many gods, there's one God. Ez nem azt jelenti, hogy sok Isten van, ez azt jelenti, hogy egy Isten van. But he has many names. És sok neve van. And at different times in the history of man, he either comes personally, he sends his son, or he empowers some person to represent him. A történelem során vagy ő maga jelent meg, vagy pedig elküldi az ő fiát, vagy pedig az ő képviselőjét. And that knowledge which they give is written down in a form of scripture. És az a tudás, amit ő elmond, az a szentírások formájában van leírva. So one may question, why are the members of the Hare Krishna movement reading Bhagavad Gita? We weren't born in India. Feltették, hogy a Hare Krishnások miért olvassák a Bhagavad Gita-t, mi nem Indiában születtünk. We're Westerners, so why are we studying an Eastern tradition? Mi nyugati emberek vagyunk, miért követünk egy ilyen keleti tradíciót? Well, first of all, if you think about it, Christianity is not Western either. De hogyha jobban belegondolunk, láthatjuk, hogy a kereszténység sem nyugati. Christianity began in the Middle East, in Bethlehem, with the birth of Jesus Christ. A kereszténység a Közel-Keleten kezdődött, Betlehemben, amely Jézus Krisztus által indult el. But the real point is that religion is not east or west or north or south. A lényeg az nem az, hogy a vallás keleti vagy nyugati. Religion is transcendental to this world. A vallás transzendentális a világhoz. It comes from God. Istentől származik. So each time the Lord appears, or His Son appears, or His representative appear, they teach as much as the people of that time can understand.
Minden egyes alkalommal, amikor Isten vagy a fia vagy a képviselője megjelenik, akkor pontosan annyi tudást ad az embereknek, amennyit az ott élő emberek meg tudnak érteni. The theme of religion is the same, to love God. A vallásnak a lényege az mindig ugyanaz. It's in the Bible, it's in the Quran, it's in the Bhagavad Gita, the Torah. A Koránban, a Bhagavad Gita-ban, a Tórában mindig ugyanaz van. But if one were to make a comparative study of the different scriptures that are now present on this planet, one would see that in the Bhagavad Gita there's a vast amount of knowledge. Ha összehasonlítjuk a különböző tradíciókat, akkor láthatjuk, hogy a Bhagavad Gita-ban található meg a legnagyobb mennyiségben ez a tudás. Our spiritual master has compared Bhagavad Gita to a postgraduate study of spiritual knowledge. A lelki tanítómesterem azt mondta a Bhagavad Gita-ról, hogy ez a postgraduate PhD study of God. Igen, ez a legmagasabb szintű tudomány Istenről. Because when Krishna appeared in India 5,000 years ago and spoke the wisdom of Bhagavad Gita, the people of that time were already very spiritually advanced. Mert amikor Krishna megjelentett 1000 évvel ezelőtt, akkor élt emberek nagyon-nagyon magas szintű tudással rendelkeztek. He didn't speak simply on moral principles to elevate people to a mode of goodness. Nem, ők elkölcsi szabályokat követtek, amelyek segítségével az embereket a jóság kötelébe tudták emelni. So he began speaking on deeper things, the nature of the soul. Olyan dolgokról kezdett el beszélni, mint a lélek természete. The difference between the soul and the body. A lélek és a test közötti különbségről. Reincarnation. A reinkarnációról. The subject of the soul's leaving the body at the moment of death and entering into the womb of a new mother. Arról, hogy a lélek a halál pillanatában elhagyja a testet, és egy másik test méhébe kerül. He spoke in detail about creation. Beszélt a teremtés részleteiről. The nature of the spiritual world. A lelki világ természetéről. And the personal form of God. És Isten személyes formájáról. So these are subject matters which are not covered in detail in other scriptures. Ezek olyan témák, amelyeket más szentírások nem tartalmaznak részletesen. We're not saying that we're better because we have this knowledge. Nem mondjuk azt, hogy ez most jobb, mert hogy nekünk megvan ez a tudás. It's just that knowledge is available for anyone. Ennek az a lényege, hogy ez a tudás bárki számára elérhető. Bhagavad Gita is a very important book for people who want to advance spiritually. A Bhagavad Gita nagyon fontos könyv azok számára, akik lelkileg akarnak fejlődni. It's good to believe in God. Jó, hogyha hiszünk Istenben. But it's better to know who God is. De jobb, hogyha tudjuk, hogy kicsoda Isten. But we don't feel that we're posing a challenge to the religious movements that are already present in this country. Rather, we feel that we can work together because the people in general are so much in need of spiritual education. Nem az a lényeg, hogy mi ki akarjuk hívni az embereket a különböző vallásokat, hanem mi azt szeretnénk, hogy együtt dolgozzunk és megismerjük ezt a lelki tudományt. The real proof of Krishna consciousness is that one becomes detached from the material world, he becomes attached to God. A Krishna tudatnak az a lényege, hogy az ember eltávolodik az anyagi világtól és ragaszkodást fejleszt ki Isten iránt. Brahmana means like the intelligent class of men and women. A Brahmana az emberiségnek az intelligens osztályát jelenti. Who gives spiritual guidance to the rest of society. Aki a társadalom többi része számára lelki irányítást ad. According to Bhagavad Gita, human society can naturally be divided into four classes. A Bhagavad Gita szerint az emberiség négy társadalmi osztályba osztható. The Brahmins, the Kshatriyas, the Vaisyas and the Sudras, or the priests, the administrators, those who take care of farming, and the general workers. A brahmanákra, a kshatriyákra, a vaisyákra és a sudrákra, tehát az első a papokra, akkor az vezetőkre, adminisztrátorokra, akkor azokra, akik a farmos munkát végzik, és végül azokra, akik az ilyen alacsonyabb rendű munkát végzik. One is not born into one of these orders. One is not born a brahmana, kshatriya, vaisya, sudra. Igazából az ember egyik kategóriába sem születik, sem brahmanának, sem kshatriyának. But one is known to be a priest or to be an administrator or a farmer or a worker according to these qualifications. A képesítéseink szerint válhatunk brahmanává, kshatriyává, vaisyává.
És ugye... So anyone can become a first class man, a brahmana and a priest and teach this Bhagavad Gita. Hát bárkiből lehet brahmana és taníthatja ezt a tudást. From backgrounds who come here, poor, rich, educated, not educated. Nagyon sokféle társadalmi közegből származó emberek jönnek ebbe a mozgalomba, szegények, gazdagok. We teach them in the principles of spiritual life and we hope that by becoming brahmanas they can offer human society a very valuable service. És mi tanítjuk ezt a tudást a társadalomnak, és abban reménykedünk, hogyha valaki brahmanává válik, akkor valami nagy segítséget tud nyújtani a társadalom számára. Because without spiritual education, human society cannot make more progress than animal life. Mert lelki oktatás nélkül az emberi társadalom nem tud fejlődést elérni. The human form of life begins according to the Bhagavad Gita, when one begins to question, who am I, where have I come from? What happens at the moment of death? Does God exist? A Bhagavad Gita szerint az emberi életforma akkor kezdődik el, amikor az ember olyan kérdéseket tesz fel, hogy ki vagyok én, honnan jöttem, ki Isten, mi az eredeti formám. So human beings should find the answers to these questions, and this is what distinguishes them from animals. És az embernek meg kell találni a válaszokat ezekre a kérdésekre, és ez fogja őt megkülönböztetni az állatoktól. If a man leaves his body, if he dies without understanding who he is, what is his relationship with God, he may have been a big, big materialistic person during his life, but he's not actually successful from a spiritual point of view. Hogyha valaki úgy hagyja el a halál pillanatában a testét, hogy nem tudja a válaszokat ezekre a kérdésekre, nem tudja, hogy mi a kapcsolata Istennel, annak ellenére, hogy nagy materialista volt, nem fogja elérni ezt a célt. An animal is born in ignorance and he dies in ignorance. És ugyanúgy fog meghalni, mint az állatok, akik tudatlanságban születtek és tudatlanságban is halnak meg. So if material knowledge is important, then it is. How much more important is spiritual knowledge? Az anyagi tudás is fontos, de ennél sokkal fontosabb a lelki tudás. So therefore, that's why we're training a class of men called brahmanas. Ezért tanítjuk az emberiségnek olyan társadalmat, olyan osztályát, mint a brahmanák. And the motto is simple living with high thinking. Mi elmondatunk azt, hogy egyszerű élet, magas szintű gondolkodás. Az istenség murti formáját ősrégi liturgia szerint imádják. Egy avatott pap körző mozdulataival felajánlásokat tesz Krisnának és Rádaráninak. Füstölővel, gílámpással, virággal, vízzel kedveskedik a murtiknak, és jakfarokból készült legyezővel legyezi őket. A felajánlások sorrendje és a körzések száma meghatározott, de ami fontosabb, a ceremónia a legfelsőbb úr iránt érzett odaadás és szeretet kifejezése. Ünnepeljük Janmashtamit. Krisnának a boldogságára akkor itten rendeztük egy ünnepelést, ugyanúgy, mint amikor valakinek van születésnapja, és egy tűzi játék, amin át az Úrnak a kedvét meg lehet kapni, és akkor megint visszamennek majd a murtik.